tisztelendő paptestvérek, kedves birmálkozó, Krisztusban szeretett testvéreim! Húsvét, 4. vasárnapja, jó pásztornak, Jézusnak, ami jó pásztorunknak a napja, ünnepe. Ami egyszerre több gondolatot eszünkbe juttat, eszünkbe juttatja, hogy milyen az Isten, eszünkbe juttatja, hogy Jézus pásztori munkásságát folytatni kell, és eszünkbe juttatja azt is, miután a pásztor a bárányokról gondoskodik, hogy Jézus jó bárányainak kell lennünk. Hogy milyen az Isten, arról sokat gondolkodtak az emberek. Puszta ésszel nem is lehet igazából megfejteni a kilétét. Ma egyébként hétköznap volna még délelőtt, akkor egy középkori tudóst, Szent Anselmet ünnepelni egyházunk. Hát ő a filozófia történetnek egyik meghatározó egyénisége volt, és elkezdett azon gondolkodni, hogy hogy lehetne Istenről valami fogalmat alkotni. Ha mindig nagyobbat tudunk gondolni valaminél, az nem lehet az Isten. Hát olyan valaki az Isten, akinél nagyobbat, jobbat, tökéletesebbet elképzelni nem lehet. És aztán van egy hosszú fejtegetése, hogy miért lett Isten emberré. Jó ez a gondolatmenet, hiszen tornáztatja az embernek az agyát, és benne van az, amit Szent Pál mond, hogy a mi meghódolásunk az Isten előtt az értelemszerű, de hát ez nem nagyon indít meg bennünket, és nem is nagyon érti meg a legegyszerűbb ember. Hát mennyivel jobb, amikor azt mondjuk, hogy Isten hasonlít a pásztorhoz. Már az Ószövetségben is, ahol Isten ugyan bemutatkozott, hogy ő, Jahve, ő az, aki van, de már a Zsoltáros így imádkozott, az Úr az én pásztorom. Az egyik legszebb Zsoltára az Ószövetségnek, Immanuel Kant, német filozófus mondja, hogy ettől szebbet nem is írtak az Ószövetségben. Az Úr az én pásztorom. És az Úr Jézus mögött ott volt ez a hagyomány, és ott volt az a mindennapi lét, hogy lépten nyomon találkoztak az emberek pásztorokkal, hiszen már születésekor is elmentek a pásztorok köszönteni. Innét vette a hasonlatot és átültette, és így határoztam meg önmagát, hogy én vagyok a jó pásztor. Mi itt vidéken abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell ilyen robot állatokat látnunk és készítenünk. Láttam a napokban, hogy angliai öreg otthonokban ilyen nagyon megszólalásig hasonló robot kutyákat meg állatokat csinálnak az öregek számára, és azt simogatják, mert hát mégis jó, hogyha az állatvilággal kapcsolatuk van. Hát ez már egy kifordított világ. Mi azért, amikor megyünk, közlekedünk, látunk pásztorokat, de már abban is benne van sokszor a technikai civilizáció, mert néha villanypásztorok helyettesítik az őrzést. De még vannak. Tehát nekünk különösebben magyarázni nem kell, hogy mit tesz a pásztor, és ezt a gondolatot kell átvinni az Úr Jézusra, aki épp úgy, mint az igazi pásztor, védi a nyájat, gondoskodik az élelmezésükről, karámba tereli őket,
és az elveszettet azt visszahozza, utána megy, mint ahogy az egyik szép hasonlatában mondja. Hát nyilván az Úr Jézus, amikor önmagát pásztornak állította, és jelezte, hogy ő hasonló hozzá, akkor nem egy olyan pásztor gondolt, aki állatokat őriz, bár érdekes módon, hogy a püspöki pásztor bot még ilyen díszes formájában emlékeztet a pásztoroknak a botjára, hanem átvitt értelemben, mi rólunk is gondolkodik és gondoskodik. És azt akarja, hogy az ő munkája, amit elkezdett Isten országának a hirdetésével, az ne szűnjön meg. Mert ő 3 esztendeig volt itt közöttünk, föltámadása után a mennybe ment. Azt akarta, hogy munkáját folytassák, ezért apostolokat választott ki, azokat megbízta, hogy menjenek, hirdessék az evangéliumot, sőt, gondoskodjanak az utódokról is, akiknek kész föltétel által átadják a papi hatalmat és feladatokat. Ezért is ez a vasárnap mindig a papi hivatásokért való imádságnak az ideje is, hiszen szükség van jó papokra, szükség van újabb papi hivatásokra, amelyért imádkoznunk kell. Éppként ma már szinte minden hivatásra elmondható ez, hogy nagy hiányt szenvedünk, nem csak orvosokból, hanem jó mesterekből és sok minden más hasznos foglalatosságokból hiányunk van. A papi hivatás az nem olyan, hogy meg lehet oldani a pénzzel. Nem olyan, mint amikor kiírnak egy pályázatot, és azt mondják, hogy itt van ez a pénzmennyiség, kérjük hozzá vállalkozókat. Itt sokkal többről van szó. Meghívásról, elköteleződésről, és az Úr Jézus mellett való kitartásról, és munkájának a folytatásáról. Ezért, kedves bérmálkozó fiatalok, titeket is kérlek, hogy imádkozzatok papi hivatásokért. Itt van köztünk egy papnövendék Miklós személyében, de még én azt is el tudnám képzelni, hogy valaki közületek meghallaná az Úr hívó szavát. A mai alkalomra éppen a Szent Atya azt mondta, hogy a papi hivatásnál fontos, hogy meghalljuk az Úr szavát, megfontoljuk, és megéljük, és kövessük az Urat. Hiszen ilyenekre mindig szükség lesz, és ezért imádkoznunk kell. De hát legtöbben a hívek közül a báránynak a szerepében vannak, akiknek oda kell tartozni Jézus Krisztushoz. Ti kedves bírmálkozók, tudatosan vállaljátok mostantól, hogy Jézus Krisztus lesz a ti jó pásztorotok. Amikor gyerekkorokban megkereszteltek benneteket, ha csak nem mostanság keresztelkedtetek, akkor szüleitek, keresztszüleitek vallották meg a Krisztus hitet, most nektek kell elköteleződni, és oda menni Jézushoz. És hogy Jézus mondja, hogy ismeri az övéit, azok ismernek engem, nekünk is meg kell ismerni az Úr Jézust, kitartani mellette, és jó bárányaként ott lenni az ő nyájában, ami nem más, mint az egyház. Van rá példa, hiszen maga az Úr Jézus mondja példázatába, hogy valaki elhagyja a nyájat, valamelyik bárány eltekereg, ő még akkor is utána megy az elveszettnek, mert nem az Isten hagy el bennünket, hanem mi hagyjuk el őt. És ez az a alkalom, a bérmálásnak az alkalma, amikor tudatosan is meg akarjátok erősíteni az elköteleződést.
Tudatosan kérem, hogy teljes elígérkezéssel és elköteleződéssel. Ma nagyon nagy kultusza van különböző sportoknak, szinte mindig már sporteseményekről hallunk. Hát ott az nem ér el eredményt, aki immel-ámmal focizik, vagy tornászik, vagy valami sportteljesítményt, vagy sportot űz. Az megkívánja az erőbedobást. Hát a lelki erőbedobást és erőfeszítést ti is tegyétek meg, hogy ne távolodjatok a bérmálás ünnepélyes kiszolgáltatása után, hanem egyre szorosabban köteleződjetek el Jézus Krisztus mellett. És ezért kérjük a Szentlélek Úristent, aki hét ajándékát adja az értelemnek, az akaratnak a megerősítésével, hogy az az ígéret, amit most tesztek, a négy ilyen kimondott elszálló szó legyen, hanem megtartott fogadalom, amihez Isten adja számotokra áldását. Én ezért imádkozom, ezt kérem számotokra, és ezt gyere rátok a Szentlélek Úristen készfeltételem által, és megerősödve Jézus Krisztus iránti szeretetben maradjatok hűségesek az ő egyházához. Amen.